Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogjuk nézni a globális szerződést, amelyet a WHO sürget a világjárványokkal kapcsolatban. Mi az, amit írnak erről a magyar online magazinok, újságok, hírcsatornák? Mi ennek a következménye, mi lehet célja, mi az, ami a háttérben meghúzódik, bár kétlem, hogy ez túlságosan nagy titkot rejt bárki számára, aki ide téved, szóval mégis érdekes egyszer átnézni ezt is. Mielőtt nekivágnék, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Portfolio.hu arról ír, hogy globális szerződés sürget a WHO a világjárványokkal kapcsolatban, ez január 22-én jelent meg ez a cikk. Folytatják, nagy csapás lenne a jövő generációi számára, ha az országok elmulasztanák a világjárványok elleni küzdelemről szóló, jogilag kötelező érvényű globális szerződés megkötésére vonatkozó májusi határidő betartását. A szervezet végrehajtó tanácsának genfi ülésén Ghebreyesus közölte, a világszerte több mint 7 millió ember halálát okozó COVID pandémia után a világjárványok kezelésére vonatkozó új megállapodás, illetve a meglévő szabályok frissítésének célja, hogy megerősítsék a világ védelmét az új kórokozókkal szemben. Mindig erről beszélnek, folyamatosan erről van szó, hogy hogyan tudnak minket nagyobb biztonságban tartani, és hogyan tudnak nagyobb békét, meg nagyszerűbb életkörülményeket kialakítani nekünk itt a világon. Miközben mindenki tudja, vagy legalábbis azok, akik nyitott szemmel járnak, hogy elkövet a világot uraló és irányító elit mindent annak érdekében, hogy a népességet csökkentse. Az, hogy ez megmarad az összeesküvés elméleteknek a szintjén, én nem hiszem, hogy felelős vagyok azért, hogy még az emberek ezt nem fogták fel, hogy ez az, ami történik. Még akkor is, hogyha nem állítom, hogy a világjárvány az egy ilyen jelenség volt, vagy eszköz, én úgy hiszem, hogy ez egy teszt volt, amivel igyekeztek kideríteni azt, hogy hogyan reagál majd az emberiség egy ilyen lezárásra, egy ilyen szigorításra. Mert a jövő az mindenképpen valami ehhez hasonló lesz. Azt mondja ez a karakter, Ghebreyesus, hogy aggódom amiatt, hogy a tagállamok esetleg nem teljesítik kötelezettségvállalásukat, miközben számos megoldásra váró kérdés van még. A járványügyi megállapodás és a nemzetközi egészségügyi szabályzat módosításának elmulasztása olyan elszalasztott lehetőség lesz, amelyet a jövő nemzedékei talán nem bocsátanak meg nekünk, figyelmeztetett. Nyilván egyrészt az érzelmekre igyekeznek hatni, félelmére az embereknek próbálnak aggodalmat, stresszt kialakítani. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Az életünkben annak érdekében, hogy nyomást helyezzenek a vezetőkre, az által, hogy maga a nép az, aki követeli, hogy kössük meg ezt a szerződést. Viszont a többség nem úgy gondolkozik, mint mi. A többség az nem látja, hogy mi az, ami a háttérben meghúzódik. Arra gondol, hogy majd ez nagyobb biztonságot ad, csak csináljuk azt, amit mondanak, mert ők biztos jól tudják, hogy mi az, amit csinálnunk kell. Ez pedig nyilván a propagandának és a programozásnak az eredménye, ami az oktatási rendszerben kezdődik, és aztán folytatódik a médián keresztül, mint ahogy ez is része annak természetesen. A cél az, hogy megfélemlítsék az embereket, és ezáltal rákényszerítsék arra, hogy azt csinálják, és nem is csak azt csináljuk, amit ők akarnak, hanem azt is akarjuk, amit ők akarnak. Érdekes, amit írnak a portfólión, a szervezet 75 éves történelmében a WHO-nak eddig csak egyszer sikerült ilyen léptékű megállapodást kötnie, amikor 2003-ban Genfben a tagállamok elfogadták a dohányzás elleni küzdelemről szóló első nemzetközi egyezményt. És nézzétek az új játékainkat! Nyeld a füstöt, baba! A WHO 194 tagállama több mint két éve tárgyal egy világjárványügyi szerződéstől. All ships must remain at sea until further. Humanity must endure. A virus? We're stuck on the ship! What should we do? They're buying it. They're buying it. They're buying it.
Speak, passenger, son of passenger. It was all a hoax. There's no virus. Rengeteg kritika éri a tervezetet, amely májusban ismét asztalra kerülhet. A WHO célja, hogy el is fogadják azt. Na mi a probléma ezzel? Mi az, amit a kritikusok mondanak? A WHO gyakorlatilag egy egészségügyi világ kormánnyá válna, mint nemzetek feletti globális szuperszervezet. Érthető most már, hogy mi az oka annak, hogy felvázoltam ezeket az egyszerű eseményeket, amiket mindenki tudhatna, hogyha komolyan venné azt, ami le van írva a Bibliában. A probléma az, hogy meggyőződésem a többség, aki nézi ezeket a videókat, vagy hallgatja, úgy gondolkodik, hogy ez csak egy mese, nem is létezett, nem is akartak olyan tornyot építeni, és stb. De mi van, ha igen? Mi van, ha úgy van, ahogy le van írva, mint ahogy én hiszem, hogy úgy van? Ha ez úgy van, ahogy le van írva, akkor már ott megvan a váza annak, ami történik most. Mindig ugyanazt akarta az ellenség, hogy mindenki őt szolgálja. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.